2015-ben a Csaba Gyöngye Kulturális Központ díjakat alapított a kiemelkedő munkát végzők, az intézmény segítő személyek, csoportok, gazdasági vagy társadalmi szervezetek, közösségek elismeréséért. A díjakat a Magyar Kultúra Napja és az intézmény születésnapja alkalmából megrendezett Csaba Gyöngye közösségi gálán adták át. Szóval a közösségek számunkra nagyon fontosak, ahogy a igazgató is mondta, 110, 115, 120, 125 között mozog a létszámunk, ezért aztán ugye 2015-ben díjat alapítottunk azoknak a közösségeknek, amelyek hosszú évek óta kiváló munkát végeznek, azoknak a kollégáknak, önkénteseknek, civil szervezeti csoportvezetőknek, akik ehhez a munkához hozzájárulnak. Díjat alapítottunk az önkéntesek számára, díjat alapítottunk azoknak, akik már elmentek ugyan innen a házból, elmentek Békés Csabáról, de a háznak, illetve a városnak jó hírnevét messzire viszik, illetve díjat alapítottunk azoknak a magánszemélyeknek, vagy társadalmi-gazdasági szervezeteknek, amelyek a partnerségükkel, az együttműködésükkel a mi mindannyiunk munkáját segítik. Több mint 1200 tagja van az intézménynek és a központot segítő kis csoportoknak. A gálán ismertették a további terveket, beszámoltak az elmúlt év sikereiről, a megrendezett rendezvényekről és az intézmény díjairól is. Hiszen 2012 után immár második alkalommal nyert el a Csaba Gyöngye a minősített közművelődési intézmény címet, ezzel 2016-ban az országban elsőként sikerült megvédenie a minőség címét. Jött az őszi művészeti hetek, azt hiszem, hogy csodálatos szép programsorozattal a koncertektől, a Digiporáma Fesztiválon keresztül egészen a közösségi alkalmakig. Aztán jött az adventi időszak, úgyhogy nagyon szép rendezvényeink, eseményeink voltak. A rendezvényen a Stark emlékérem, a Csaba Gyöngye közösségi díj, a sikerdíj, a Csaba Gyöngye tiszteletdíj és az idén első alkalommal átadott önkéntes díj került kiosztásra.